árnyam fekszik az ágyamba asszonyomhoz, és aki a tű fokán átpréselődik, az a pokolba jut. 17 iskola 24 diákja mérte össze tudását a már hagyományosnak számító vers és prózamondó verseny döntőjében. A mostani alkalmat megelőzte egy online elődöntő, ahova csak nem 50-en adták be a jelentkezésüket. Mint a szervező elmondta, előbb országosnak indult, mostanra azonban már a Kárpát-medencét is felöleli a rendezvény, az idei alkalomra is több külhoni magyar jelentkezett. A célunk az volt, amikor meghirdettük, hogy egyrészt ismerjék meg Tolna megye irodalmárait, alkotóit, írókat, költőket, művészeket. Ezért van mindig a pályázati kiírásban is, vagy a versenykiírásban is szerepel, hogy egy Tolna megyei alkotóval kell készülni. Illetőleg az utóbbi időben már gondoltunk arra, hogy az évfordulós alkotókat is ünnepeljük ezzel a rendezvénnyel, és a kortárs irodalom az meg értelemszerűen az közel áll a fiatalokhoz. Tóth Zsuzsanna egyetért abban, hogy a zsűrizés mindig bonyolult feladat, és sosem lehet objektív. Ő maga is többet keres az előadásokban, mint puszta szavalatot. Ez mindenkinél nyilván más, ezért mondják azt, hogy van minden színpadi műfajban van egy bizonyos szubjektivitás, tehát hogy az embert mi találja szíven, mivel érez azonosságot. Én nagyon szeretem azt, hogyha a versmondók nem csak szépen beszélnek, hanem pontosan értelmezett gondolatok vannak, a szövegértelmezésből kiolvasható gondolatok vannak, mutatkoznak meg az előadásban, és nagyon szeretem, ha érzelmekkel telített, mert sokan azt gondolják, hogy elég a vers szövegét elmondani, és akkor már megszületik valamiféle előadás. Bukovszky Dorottya egy felvidéki kisfaluból érkezett, Babits Mihály versét hozta el. Elmondta, a költészet roppant fontos, talán fontosabb a mai bizonytalanságban, mint korábban volt. Nekem a versek, ez az egész világ egyfajta menekülés volt nagyon kiskoromtól kezdve. Mikor iskolába kerültem, akkor volt bennem egyfajta félelem, de egyfajta szeretném magam megmutatni szerű vágy is. És amikor bevezetett annak idején Rendzés Nóra tanárom ebbe a világba, akkor valahogy bele is szerettem a színpadba, a költészetbe, és azóta is egy ilyen kis menedék ez az egész, ahol tudok nevetni, tudok sírni. A megmérettetésen a legkülönfélébb, egymástól legtávolabb eső irodalmárok is műveik hangzottak el, Vastaps kíséretében.